Az a legfőbb célja, hogy interaktívvá tegyük a párbeszédet. Tehát nem azért kommunikálunk mondjuk a webben vagy a közösségi médiában, hogy sok betű legyen, hanem ennek van valamilyen célja. Jelesül az, hogy kijuttassuk az üzenetünket és megmutassuk a cégnek az erősségeit, hogy mivel foglalkozunk, hogyan tudunk segíteni a cégeknek, és ők jó esetben erre reagáljanak is. Tehát, hogy ez ne legyen egy pusztába kiáltott szó, hanem valamilyen módon egy reakciót szeretnénk ezzel elérni. És nagyon sokszor az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb kommunikációs csatorna. Magyarországon 57-féle kommunikációs csatornát lehet használni. Ugye mindenkinek van weboldala, nagyon sokan blogolnak, küldenek hírleveleket, közösségi médiában jelen vannak Facebookon, LinkedIn-en, Instagramon, mindenkinek van névjegykártyája, lehet, hogy te is írtál néhány könyvet a témába. Tehát számos lehetőség van arra, hogy megmutasd, hogy te miként tudsz segíteni a partnereidnek. De nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogy oké, de melyik kommunikációs csatornákat használjam. Ennek megvan a logikai lánca, hogy hogyan érdemes felépíteni egy kommunikációs stratégiát, és könnyen belátható józan paraszti észre, hogy a legfontosabb kommunikációs csatornád az mindig a weboldalad. Hiszen teljesen mindegy, hogy egy névjegykártyát adsz nekem, vagy küldesz egy bemutatót az új találmányodról, valószínűleg a Google-ba fogok utána nézni, hogy mit lehet erről bővebben olvasni. És mivel a weboldalon neked korlátlan lehetőséged van, hogy kommunikálj, ezért minden forgalmat ide próbálunk terelni. A weboldalon, hogyha megnézzük, hogy miért jó egy weboldal, ugye ez tudja támogatni egyrészt a marketing célokat, másrészt az értékesítési célokat és a PR-t is. Ugye az értékesítésnek a támogatásával akkor tudunk foglalkozni, hogyha a weboldalon tényleg vannak jól megírt értékesítési szövegek, és végigvisszük a vásárlót egy vásárlói döntésen. Hol van a pénz? A weboldal akkor tud pénzt termelni, hogyha vannak rajta jól megírt értékesítési szövegek. És melyik portékához kell értékesítési szöveg? Ahhoz, amiből a legtöbbet adod el. Tehát lehet, hogy neked 12 000 terméked van, lehet, hogy 2 terméked van, lehet, hogy 12, de mindig azt érdemes megnézni, hogy amiből a legtöbbet vesznek az ügyfelek, annak valóban egy olyan értékesítési oldala van, egy olyan érkező oldala, ami végig viszi a vásárlói döntésen a látogatót. Tehát kell látnia, hogy ez kinek szól, miért jó neki, árértékarendben ez miért jó választás, és a végén meg kell neki mondani, hogy itt tudod megrendelni. Hogyha van jól megírt értékesítési szöveg, ami még fontos lehet, hogy legyen a weboldalodon egy blog, vagy legyenek fent sikersztorik, hiszen nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, meg kell mutatni, hogy kinek hogyan tudtál segíteni. Valószínű, hogy 1000 cégnek segítettél már az elmúlt években, viszont nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek nincsenek kikommunikálva a webben. És ez egy nagyon elterjedt probléma. Én tavaly 8 hónapig voltam Afrikában, idén 3 hónapig az USA-ban, megnéztem ott is egy csomó weboldalt. És abszolút elterjedt, hogy nem blogolnak, nem tesznek föl sikersztorikat. Pedig ugye ezen keresztül meg tudod mutatni, hogy te hogyan, miként vagy képes segíteni a partnereidnek. Úgyhogy parancsolj! Szólj nyugodtan, hogyha nem fér bele a kérdés, de én nekem például a cégem az légtechnikai termékeket szerel be, de nem igazán tudom ezeket kikommunikálni lévén GDPR és a többi, tehát az emberek és a fényképek a helyekről, ezt hogy lehet áthidalni? Úgyhogy van olyan ügyfél is, akinek 2 projektje van évente, tehát van 2-200 milliós projektje, és ugyanígy gondoltam, hogy hát oké, könnyű nektek, ugye, de hát az én helyzetem az teljesen más, és ugye őnála abba 2 projektbe nyilván nem egy darab problémát oldanak meg, hanem körülbelül naponta megoldanak 5-öt, azért választották őket. Uh-huh. És itt teljesen név nélkül, csak a problémára ráfókuszálva,
hogy volt egy olyan probléma, hogy itt azt a kütyüfütyüt oda föl kellett tenni, és mindenki csak úgy tudta volna megoldani, hogy oda leteszi, egy vezetékkel és pofára esik benne mindenki, de mi meg tudtuk oldani, hogy oda fölraktuk. Uh-huh. Tehát mindig a sztori ad el, ugye itt azt kell megmutatni, mert az embereket két dolog mozgatja, vágyai, problémái. Jó? Uh-huh. Tehát, hogy az ügyfelnek volt egy vágya, hogy ő ezt kékbe szeretné, és mindenki csak zöldbe tudta hozni, és igen, mi megoldottuk kékbe, és itt teljesen mindegy, hogy ez a Zümzümzüm ZRT volt, vagy a Mutymutymuty Kft. Hogyha titoktartásod van, nekünk is titoktartásunk van az ügyfeleinkkel, akkor nem teszed ki. Hogyha viszont az ügyfélnek nagyon csillog a szeme, és nagyon elégedett vele, akkor az neki is jó egyébként, hogyha őt promotálod. Tehát a mi weboldalunkon hetente frissülnek a sikersztorik, előre 4 hétre mindig meg van írva, hogy melyik sikersztorit tesszük majd ki legközelebb, mert a hétfői meetingen ez egy kérdés. Ugye végigmegyünk 30-40 projekten, hogy hol tartunk, és ahol mondja a projektmenedzser, hogy az ügyfél nagyon elégedett ezzel, oké, sikersztori, mikor lesz belőle? 4 hét múlva, jó, pipa. Tehát, hogy mindig azt kell visszaadni, hogy te hogyan és miként oldottál meg egy olyan problémát, amit másnak nem sikerült. És ebből a szempontból teljesen jó, hogyha úgy írod, hogy Jürgennek abban segítettünk. És nem az a központi téma, hogy melyik ZRT-t vezeti, hanem inkább az, hogy mi volt az a probléma, hiszen hogyha olvassák a blogodba, hogy milyen jellegű problémák vannak az egész területen, akkor őnek elindul a vezérhangja, és ha legközelebb találkozik egy hasonló jellegű problémával, akkor te fogsz eszébe jutni. Uh-huh. Jó, tehát hogy ez a logikai lánc mögötte. És ami még nagyon fontos, hogy a rólunk aloldal hogyan van megírva. Ugye, hogyha megnézzük a weboldalakat, akkor a weboldalak 90%-án a rólunk aloldal, vagy kapcsolat aloldal, az úgy kezdik, hogy üdvözöljük Önt a Kovács Kft. Honlapján. Cégünket 1991-ben nagyon izgalmas, ja nem. Tehát, hogyha valahol ilyen oldal van, az hol építi a szakértői státuszt? Sehol. A kutyát nem érdekli, mikor alapítottam a cégemet. Az érdekli az embereket, hogy milyen kompetencia van a cégben, milyen hozzáértés van a cégben, és ezt hogyan tudjuk abban az irányba használni, hogy neked jobb legyen. Uh-huh. Tehát ezeket az előnyöket kell megmutatni egy rólunk a oldalon, hogy az ügyfelek valóban azt lássák, hogy nekik is tudunk esetleg segíteni. Az értékes szövegeknél nagyon fontos megmutatni azt, hogy ki a célcsoport, és őnek is milyen problémái, vágyai vannak, és utána ezen a szálon végigvinni egészen a vásárlói döntésig. A blognál, ezt nem én mondom, hanem a Google az emberi gondolkodást mintázza, és azokat a weboldalakat húzza előre a találati listán, ahol folyamatosan frissül a tartalom. Tehát, hogyha mondjuk valaki, van olyan itt, aki előre szeretne kerülni a Google találati listáján? Igen! Mindenki kb. Ahhoz, hogy az almaszóra elére kerülj, nem elég, hogy arról beszélsz, hogy nem lehet kapni gyümölcsöt. Mert ugye akkor az almaszóra nem leszel elő, csak a gyümölcsszóra. Tehát meg kell mutatni azt, hogy te hogyan tudsz segíteni, és ezt kulcsszóra kell igazítani a blogodba, mert a Google ugye azt nézi, hogy te hogyan gondolkodsz. Amikor te mondjuk akarsz venni egy séket, akkor beütöd a Google-be, hogy sék, és kijönnek találatok. És hogyha felmész egy olyan oldalra, amit 5 éve nem frissítettek, nincsen közösségi média jelenlétük, akkor mi az első gondolatod? Na, ezek biztos tönkrementek, vagy meghaltak, vagy ebbe a sorrendbe. De nem tőlük fogsz vásárolni, hanem tovább böngészel, és felmész egy másik oldalra, ahol 2 napja posztoltak valami receptet mondjuk egy sékkel, és megtalálod őket a közösségi médiában, akkor mire fogsz gondolni? Hát tőle rendelhetek, mert ha valami kérdésem van, vagy problémám van, akkor ő fogja kezelni, hiszen él, ugye kommunikál, és ő vele tudok utána beszélni, hogyha valami van. Tehát itt fontos, hogy kétféle módon lehet előre kerülni a Google találati listáján, van a maraton, meg van a sprint, a maraton az a kereső optimalizálás, ugye folyamatosan használjuk ezeket a kifejezéseket, és van a sprint, amikor Google Ads-be hirdetünk rá. Mind a kettő fontos és mind a kettő jó, viszont hogyha kettőt tudjuk ötvözni, akkor nagyon sok költséget le lehet nyomni, hiszen jobb pontszámot ad a weboldalunkra a Google. Tehát nem mindegy, hogy neked 9/10 a pontszámod a Google robotok szerint, vagy 2/10, mert az egyik esetben egy kattintásod lehet, hogy 137 forint, a másik esetben meg lehet, hogy 82. Tehát ezt is érdemes mérlegelni, hogy miért osztod meg a tudásodat.
sikersztorikról is beszéltem, hogy lehet, hogy neked van egy rengeteg sikersztori a fejedbe, van egy rossz hír, ami viszonylag kevesen látnak bele a fejedbe. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy a jövendőbeli ügyfelek is értesüljenek arról, hogy te meg tudod oldani a lehetséges problémáikat, akkor ezt ki kell tenni a weboldalra. Amúgy, Norbi, neked vannak sikersztorik az oldaladon? Jelentem vannak. Szuper, ügyes vagy. Én kaptam tanácsot, mondjuk Zsuzsáiktól azért van, szóval. Kicsi az a fali. És akkor a rólunk aloldalnál pedig a szakértő és státuszépítő szöveget három irányból lehet megközelíteni. Egyrészt hozzáértés, kompetencia, milyen problémákat oldottál meg, hány éve vagytok a piacon, milyen sikereket értél el. A következő irány, hogy mennyire vagy népszerű, tehát mondjuk 73 városból vannak ügyfeleink, vagy 4 országból vannak ügyfeleink, vagy hány könyvet írtam a témában. Tehát nyugi, nem te leszel az első ügyfelem, ugye itt attól félnek a webben, hogy egy pattanásos hülye gyerek összerakott egy weboldalt, és majd most itt én rajtam kipróbálja, hogy sikerül neki vagy nem. Tehát azt kell kiütni, hogy te már láttál ilyen filmet, és megoldottál egy csomó problémát, tehát jó kezekben vagy. És a harmadik irány, ez a nagyvállalati fegyvertár, ISO minősítés, kamarai tagság, szakmai szövetség, bla. Ez összesen 49 lehetséges útja van annak, hogy megmutassuk a hozzáértésünket és a szakértői státuszunkat felépítsük. Ez nem azt jelenti, hogy 49 erősséggel rendelkezni kell. A tréningjeimben az a stat, hogy 20 erősséggel rendelkeznek a KKV szektor felső régiójából, de nem ez a durva adat benne, hanem az, hogy 5-öt használnak. És azt is a közhely szólt arra első oldaláról, hogy kiváló minőség, gyorsak vagyunk, remek árértékarány, tök jó. Oké, de az mit jelent? Tehát, hogy meg kell mutatni azt, hogy a gyorsaság az, amikor valaki vásárolni akar, megnyomja a megrendelem gombot, az számára azt jelenti, hogy holnap csönget a GLS, és itt van a motyó. Lehet, hogy a másik oldalon, aki ül, annak azt jelenti, hogy megrendelik, szuper, bejelentem Kínából, és 3 hónap múlva itt van. És tök gyors voltam egyébként, mert a többiek 4 hónap alatt hozzák, csak hát konkretizáljuk, hogy mit értünk ez alatt. Cégvezetőként, amikor a kommunikációdat tervezed, akkor először mind az értékesítést kell önberakni a weboldalon, hogy legyenek jól megírt értékesítési szövegek, utána kell rákoncentrálni a marketing folyamatokra, hogy legyen blogod, legyen hírleveled, folyamatosan kommunikációba kerülj azokkal, akik feljönnek a weboldaladra, hiszen az emberek 5%-a akar vásárolni, és az emberek 95%-a információt keres az interneten. Ha megtalálják a weboldalodon, akkor nyertél. Ha nincsen blogod, nincsen hírleveled, hogy utána folyamatosan kommunikációban maradj velük, hát akkor kapufa. És a harmadik szokott lenni a PR, hogy oké, PR, public relations, közönségkapcsolatok, mit gondol rólunk a piac, az, hogy jók vagyunk, ezt széles körben ismerté kell tenni. Vevőként viszont teljesen más a belépési pont. Először találkoznak valamilyen módon a cégünkkel velünk, és kialakítanak egy képet rólunk, utána felmennek a weboldalra, ott, hogyha van egy jól összerakott marketing folyamat, akkor kommunikációba tudunk velük maradni, akár a hírlevélen keresztül, akár elkezdenek követni Facebookon, LinkedIn-en, remarketinggel meg tudjuk őket újra és újra szólítani. És ezután jön az, hogy megkérdezik, hogy egyébként a te motyód, az lehet, hogy jó nekem? Tehát a bizalomépítésnek így nagyjából ez a folyamata. És mindig meg kell mutatni, hogy miben tudtunk segíteni, mert sokkal jobb elviselkedni az erősségeinkkel, mint a csődbe szerénykedni magunkat. Ugye itt van egy olyan kihívás ebben, hogy nekünk nagyon sok ügyfelünk ilyen 50 körüli üzletember. És mi abban szocializálódtunk, ugye, hogy Kon Zsuzsa is megénekelte, hogy légy szerény, mint én, a jövőt nem sejtheted. Viszont a mai generáció az nem ennyire félénk, tehát ők Grant Cardone-on, meg Brian Tracy-n szocializálódtak, tehát ők igenis megmerik mutatni, hogyha valamihez értenek, még akkor is úgy mutatják, mint hogyha értenek hozzá, hogyha lehet, hogy nem értenek hozzá. És itt ez a mi felelősségünk, hogyha mi tudjuk, hogy ezt az adott területet tényleg uraljuk, akár bevételbe, akár szaktudásba, akkor ezt mutassuk meg, mert különben könnyen lehet, hogy beüti a Google-be a számára fontos kulcsszót, és kijön egy pattanásos hülye gyereknek a weboldala, aki összerakott egy csili-vili weboldalt, és egyébként meg fejem pörög az iSize Baby-re a TikTokon, és hú, mennyit kommunikál, és akkor biztos jó lesz, és akkor őt bízzuk meg. Utána meg nem tudja leszolgáltatni, amit elvállalt. És nálad fog kikötni ez az elégedetlen ügyfél,
akit utána meg már azon kell kezelni, hogy nem mindenki hülye ebbe a szektorba, hanem vannak itt normális cégek is, akik tényleg meg tudják oldani a problémát. Tehát, hogyha el akarod kerülni, mínusz kettőből induljál, akkor ez a módja, hogy megbukkansz. És amit még így a PR-ral kapcsolatban el szeretnék nektek mondani, hogy ez is egy folyamat. Először mindig a személyes márkát kezdjük el építeni, amikor elindul egy cég, ugye akkor először veled találkoznak az emberek, és azt kezdik el követni, hogy te mondjuk a Facebookon mit posztolsz, vagy egy rendezvényen, egy üzleti körben hogyan jelensz, meg hogyan kommunikálsz, mennyit segítesz másoknak, mennyire tartod be a szavadat, ugye? Utána erre, amikor elindul egy cég, akkor a szakértői státuszépítés a módja. Például elkezdünk a blogunkban megosztani a tudásunkból, attól nekem nem lesz kevesebb a tudásom, hogy adok nektek belőle. 2008 óta több mint 1500 cikket írtunk ebbe a témába, 2012 óta tartunk előadásokat, és több könyvet írtam ebben a témában. Miért? Azért, mert 2008-ban, amikor elindítottam a szövegírásblog.hu-t, adtam valakinek egy névészkedjet, akkor azt mondta, hogy de jó, de tudsz gépelni? És mondtam, hogy tudok, csak drága lesz a velem gépeltetett, de legépelem. Most azóta nyilván azért már látják a vállalkozók, hogy a szövegírás az egy elég speciális terület, hiszen a cégvezetésnek 7 területét tudja fejleszteni egy vezető, és ebből az egyik osztály a marketing értékesítés, egy másik osztály meg a PR, tehát egyrészt folyamatosan kell gondoskodni arról, hogy legyenek jövőbeni vevők, őket ki kell szolgálni, le kell őket zárni, de utána, ha megcsináljuk a projektet, akkor ezt széles körben ismerté kell tenni. Úgyhogy ebben tud segíteni utána a PR, hogyha megmutatjuk ezeket az erősségeket. De a szakértői státuszépítésnél még ott tartunk, hogy oké, mutassuk meg, hogy nekünk milyen tudásunk van, és abból adjunk másoknak is, hogy ők is elkezdjék tanulmányozni a területet, hiszen mielőtt valaki döntene, hogy elkölt már mondjuk 20 milliót, lehet, hogy érdekli őt, hogy te valóban értesz hozzá, és meg tudod ezt a 60 cm-es csövet egy 17 cm-s csővel is oldani, vagy van rá technológiád, hogy leszolgáltasd nekik, és utána fognak tudni eldönteni egy olyan kérdést, hogy oké, egy nagy projektet neked adok. De ehhez láttatni kell azt, hogy mi miben vagyunk jók. És amikor már ez így stabilan megvan, tehát van egy jól prosperáló, jól működő cég, amelyiknek megvan a piaci részesedése, akkor szokott fontosságot kapni a munkáltatói brandépítés. Most itt a magyar gazdaságot, hogyha nézzük, akkor ugye szeretjük mi a kihívásokat, ezért is vállalkozunk itt. Itt aztán tényleg kb. 4 percenként hoznak új törvényeket, és nagyon-nagyon nagy a mozgás. Rengeteg szektorban jelzik az ügyfeleink, hogy az a probléma számukra, hogy nem találnak munkaerőt. Mert ugye egy csomóan már lefaroltak, már külföldön vannak, és nehéz megtalálni a jó munkaerőt. Itt a munkáltatói brandépítés tud segíteni. Nekünk van olyan ügyfelünk, akivel elkezdtünk 4-5 éve dolgozni, akkor ilyen 700 millió voltak, ez a Samsped, és ott egy elég komoly probléma volt, hogy fuvarozót kerestek, mondjuk fél évvel ezelőtt, és akkor betelefonált Józsi bácsi, hogy na, érdekelne a munka. És ez az ügyvezetőnél csörög ez a telefon, és akkor a Móni fölvesz, hogy nagyon örülök neki, arról, várjon, milyen autóik vannak? Hát, da. Ja, aranyoskám, az engem nem érdekel, hát én mivel volt akarok vezetni? És akkor mondja az ügyvezető, hogy tartsa Józsi bácsi, elszaladok, veszek 70 millió mindjárt a kedvéért egy Ivecót, tehát egy hello. Tehát, hogy így annyira megfordult így az egész, hogy így mondta, hogy így ezzel kellene valamit kezdeni. És nekik ugye folyamatosan írunk szövegeket is, meg PR-ozunk is. Elkezdtünk női magazinokba is kommunikálni, tehát nem csak B2B céges felületeken arról írtunk, hogy ők hogyan rakják össze a megrendeléseiket, vagy hogyan szolgálják ki profin az ügyfeleket, hanem arról is elkezdtünk kommunikálni, hogy milyen egy jó munkahely, ahol a fuvarozókat valóban megbecsülik. És ugye női magazinban, hogyha anya elolvassa, akkor otthon szól apának, hogy te, apa, nézd már meg, nem akarsz ide menni inkább. És most az van, hogy várólista van náluk. Úgyhogy ezek a brandépítésnek a lépései, és nézd meg azt, hogy te most jelenleg hol tartasz ezen az úton,
és nézd meg azt, hogy a weboldaladon ezekből a területekből, ezekből az aggodalomból melyik milyen állapotban van. Hogyha szükséged van segítségre, akkor nagyon szívesen segítek. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó, köszönjük szépen! Ez volt a mai oktatás, és most van egy 5 perces workshopunk, amin átbeszéljük, hogy ki mit tanult, és mit próbál ki.